Az elmúlt szezon bronzérmesét fogadja a bajnokságban férfi kézilabda csapatunk. Köszöntöm a kedves nézőket! A szóban forgó együttes a Füzes Abony, amely legfontosabb játékosait meg tudta tartani a nyáron, így egy összeszokott kerettel érkezett ide Hajdunálnásra, és egyáltalán nem kezdte rosszul a szezont, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy mindössze egy ponttal van lemaradva a tabellán a miénktől. A tét így nagy, hiszen adott esetben helyet is cserélhet a táblázaton a két együttes, így mindkét fél oldaláról komoly a tétje a mérkőzésnek. Meglátjuk, hogy mi sül ki ebből a következő 60 percben, azonban mielőtt még a labda útjára indul, a két edzőt kérdezem. Hát komoly rangadónak nézünk elébe, hogyha a tabellára pillantunk, egy ponttal van lemaradva tőlünk a Füzes Abony. Az elmúlt két szezonban le tudtuk őket győzni itt hazai pályán. Nagyjából együtt tudták tartani a keret magját. Milyen Füzes Abonyra számítasz mindezek alapján? Valóban a tabellán elfoglalt pozíciójuk is megerősíti azt, hogy valóban egy nagyon komoly, jó játékerő képviselő csapatról van, szóval évek óta azért ez egy egyben lévő, hogy jól mondtad, egy megszokott, összeszokott társaság. Eszerint is készültünk rájuk mindenképpen. Valóban hazai pályán általában szűken, de nyerni szoktunk. Ma is azt a játékot szeretnénk játszani, ugye, amit megszokhattak már akár a nézők, meg mi magunktól is ugye elvárunk. Ez a gyors, lerohanós, futós játék, de a Füzes Abony is egy hasonló stílusú kézilabdát játszik, ugye ettől ígérkezik pikánsnak ez a mérkőzés. Akkor ez a mérkőzésre a tervünk, hogy erre építünk gyakorlatilag a saját erősségünkre, a gyors letámadást és a gyors lábú játékosainkra. Például Barta ugye a Hajdúböszörményen talán a legjobb félidőjét produkált, aztán ott vannak az ötös testvérek, akik szintén lehet ilyen szempontból építeni. Ezek lesznek az erősségeink? Ez várható? Nyilván, tehát kezd körvonalozódni azért, hogy mi a csapatunknak az igazi arca és igazi játékstílusa, és úgy tűnik, hogy nem a felátfalani küzdelem, birkózás lesz a mi sajátunk, hanem ugye ez a gyors és könnyű gólok, gyors lerohanásból, arra megvannak az alkalmas embereink, akiket fel is soroltál, de akár felsorolhatnám az egész csapatot, hisz mindenki egy jó futós, fiatal srácokból álló társaság, és azt gondolom, hogy ez meghozhatja sikert. Az előző meccsünkön az alapemberek közül például ugye Kis Dávid nem tudott ott lenni a csapattal, most itt van-e ő, és rajta kívül, vagy van egyáltalán olyan játékos, akit ma nélkülözni kényszerülsz? Valóban a Kis Dávid megérkezett, ő teljesen hadrafogható, a Hangos Dávid viszont továbbra is sérülése küzdik, ő nincsen itt, a többiek mindenki készen áll a mérkőzésre. Viszonylag nyugodt nyara volt a játékos mozgást, illetően a csapatának, a gárda gerince együtt maradt, mennyiben könnyítette ez meg a szezon kezdetet, és ennek tükrében mennyire elégedettek az eddig szerzett 10 ponttal? Hát igen, a gárda gerince végül is tényleg nagyjából egyben maradt, ahhoz annyi változás történt, hogy a 22-es keretből csak 17-es keretünk lett, mert páran távoztak, és így hát a szezon kezdet az úgymondom jó sikerült. Kisvárdán is a 22 kihagyott zicserünk volt, azért kaptunk ki, és egyel veszítettünk, ki lehet számolni akkor, hogy mi lett volna a mérkőzés eredménye. Volt egy nehéz mérkőzésük Nádudvaron, ahol semmi nem jött össze, de azon kívül azóta a csapat összeállt, egész jó eredményeket hoz, kezd alakulni, de még mindig nem az igazi a gárda. Ma viszont egy esetleges győzelemmel nem csak hogy megelőzhetnék a Hajdunálnást, hanem felugorhatnának a dobogóra. Mennyire jelent ez motivációt? Hát a dobogóra fellépés az biztos mindig motiváció, nekem is, a játékosaimnak is, ezzel nincsen gond. Hát ez egy, úgy érzem, hogy tényleg egy hasonló erő küzdelméből remélem, hogy mi jövünk ki győztesen, de nagyon jó erőkben áll most a Nálnás, és nagyon összeértek a tavalyhoz képest, úgyhogy én egy jó mérkőzést várok. És mit vár a csapatától? Milyen Füzes Abonyra számíthatunk? Na, ez egy jó kérdés. Hát remélem azt az arcát mutatja, amit az utolsó 5 mérkőzésen mutatott. Ez azt akarja, hogyha nem is játszottunk jól, de a csapategység, a csapatnak a küzdeni akarása az maximálisan a csúcspont fölött volt, és ez lendítettek át minket a sok problémán, bajon. Remélem ezt az arcát látjuk a csapatomnak. Említette azt, hogy szűkült a bajnoki keret a tavalyihoz képest. A mai mérkőzés kerete hogy néz ki? Vannak-e esetleg fontosabb hiányzók, sérülés vagy egyéb okból kimaradók? Igen, sérülés miatt van hiányzónk, de egyébként se lett volna. A női csapatnak az edzője most 4 órakor azt hiszem Böszörményben játszanak bajnoki mérkőzést, úgyhogy ő így is hiányzott volna, pedig ő a sérültünk. Meg Balmazújvárosról igazoltunk egy EGRI nevelésű játékost, aki most ott játszik ifjúsági csapatba. Ő viszont iskolai elfoglaltság miatt a mai napon nem tud itt lenni. Mándibe csúszik 3-asban. Tupi, hol vagy? Ha nem tudjuk megcsinálni a 2 cserét, akkor bevégy 3-as védőben. Jó? A 5-ös Lándi van, aztán már meglátjuk, hogy tudunk becsorogni. Jó? Vagy.
Persze, mész a szóval. Te hosszabb oldalról, de ezt jó? Na, tolódjunk bejjebb, jó, hogy a középről cseréljünk, hogy kettesek csúszanak be, hogy nem legyünk üres a közöttet. Szóval illetve valaki majd közösen megcsináljátok. Elejétől kezdve kutya keményen, jó? Gyerünk, srácok, gyerünk, 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 No és akkor lassacskán minden és mindenki készen áll majd a mérkőzés kezdéséhez abban a rövid időben, ami még addig hátra lehet. Nézzük meg a két együttes keretét. A vendégeknél 12-essel Gulyás Levente, 16-ossal György Gábor, 1-essel Bartók Levente, 23-assal Hevér Tibor, 17-essel Csapó Péter, 19-essel Horváth Lorand László, 5-össel Molnár Martin, 96-ossal Nagy Bendegúz, 10-essel Fábián Roland, 52-essel Antal Csaba, 2-essel Ács István, 22-essel Halász Szabolcs, 77-essel Nagy Milán Norbert és 18-assal Magyar Krisztián bevethető. A kispad mellől Bánik Roland dirigál majd a mérkőzésen. És akkor nézzük a mieinket, 1-essel Torma Antal, 2-essel Dankó József, 3-assal Bodogán Péter, 5-össel Ötvös Nándor, 6-ossal Barta Dávid, 7-essel Juhász Marcell, 10-essel Tupica Róbert, 13-assal Kelemen Zsolt, 14-essel Barta Attila, 17-essel Harsányi Dávid, 55-össel Balázs Tamás, 69-essel Nyeste Rihárd, 11-essel Bécsi János, 8-assal Ötvös Tamás, 15-össel Nagy Menyhárt László és 54-essel Kis Dávid a csapatban. Természetesen a hazai kispadon Madai Tamás, a mérkőzést pedig a Molnár János, Szenteszki András játékvezető páros vezeti. Az előző szezonban a felvezetésben is említettem, hogy harmadik helyen zárt a Füzesabony, nagy volt ott a verseny. A dobogó alsó fokáért végül is a Nyírbátorral már azonos pontszámot ért el a Füzesabony. Az egymás elleni statisztikából jobban jött ki, így végezhetett a harmadik pozícióban. De itt Hajdunánáson mind az előző, mind az azt megelőző idényben vereséget szenvedett, a 2017-18-as idényben 26-20-ra, míg a tavalyi szezonban 25-23-ra kapott ki Hajdunánáson Bánik Roland együttese. Meglátjuk, hogy ma megtörik-e. Ez a rövid, ugyanakkor nyugodtan mondható rossznak. Ez a sorozat, amennyiben megtörne, erre is utaltam a felvezetésben, megelőzne minket a Füzesabony, és 12 ponttal fellépne a dobogóra. Ellenkező esetben, ami a számunkra kedvezőbb lenne, 3 ponttal elhúzhatnánk a Füzesabonytól. Ami tekintve azt, hogy ezen a mérkőzésen kívül még 3 vár a két csapatra, egy megnyugtató előny lenne az ősz végéig. És akkor nézzük az első támadást, csak a rendkedvért feketében a vendégcsapat. Horváth. Kapja vissza Ácstól, majd Ács középen. És a végén az első lövés Tormának nem okoz nagy gondot. Nézzük a kipattanót, ezt is véri Torma Antal. Jól kezdi a meccset, ugye ő nyilatkozott a Hajdúböszörmény elleni mérkőzés után. Legjobb játékosként, a mezőny legjobbjaként. Azon a mérkőzésen ő is, és Modai Tamás is elégedett lehetett a mutatott játékkal. Gyakorlatilag a teljes mérkőzésen vezettünk. És ahhoz most is megvan az esélyünk, hogy magunkhoz vegyük a kezdeményezést, miután az első vendégtámadás gól nélkül zárult, mi szerezhetjük meg a vezetést. Ötvös Nándor. Ötvös Tamás lő, és ez bent van. Bartók ugyan hozzáért, de nem tudta megakadályozni, hogy a labda a hálóba jusson. Bodogán és Barta Dávid zártak össze szépen. Barta Dávid számolatlanul lőtte a gólokat, főleg az első fél időben a Hajdúböszörmény ellen kiválóan kézilabdázott. Hasonló teljesítménnyel ma is sokat segíthetne a csapaton. Ás bejátszása, és kiegyenlít a vendégcsapat. Hevér a gólszerző. Ötvös a másik oldalon. Mehet tovább a játék. Egy picit értetlenkedik Ötvös Nándor. Ő is úgy érezte, hogy szabálytalankodtak vele szemben. Én is úgy láttam, hogy legalább egy szabad dobást megért volna a dolog. Thank you.
nem tudott elmenni Horvát Barta mellett. Miután nem tudta senkinek adni, megpróbálta egyedül kihozni a legtöbbet ebből az akcióból. Sikerrel nem járt. Ács. Ács még. Az egy jó bejátszás Bécsi mellett. Tudott ellépni. Nagy Bendegúz. Bécsi kap egy sárga lapot. Nagy pedig a 48. gólját jegyzi ebben a szezonban. A legeredményesebb játékosa a Füzes Abonynak. Fordulhat a vendégcsapat. Szabad dobás, de ez lehetőséget ad arra, hogy rendeződjünk hátul. Ács! Tupicával szemben lőni nem tudott. És milyen kalapda? Sportszerűtlenségből jön a 2 perces kiállítás. Az első a mérkőzésen Csapó Péter kapja. Eldobta ugyanis a labdát, akadályozva azt, hogy útjára indítsuk azt. Csapóra is érdemes lesz egyébként figyelnünk. Az előző szezonban 78 góllal házi gólkirálya volt a Füzes Abonynak Csapó. Ötvös szerencsésen visszakerül hozzá, Barta Dávid nem tudta átvenni az átadást. Barta. Ötvös Tamás lő. Sáncolnak a védők, és Bartókhoz kerül a játékszer. Ember hátrányban komótosan ér fel a Füzes Abony, nyilván így nem érdeke az, hogy gyorsan befejezze a támadását. Hevér lépett ki a falból. Ács. Bodogán védekezik remekül. Nagy. Csak a kapufát találja el az átlövése. Ötvös fordul. Ötvös Nándor lő fölé. Marad a 2-1-es vendégvezetés. És 15 másodperc múlva kiegészülnek a Füzes Abonyiak. Ebben a tempóban azt is mondhatjuk, hogy mire feljárnak, kiegészülnek. Így is van, ebben a pillanatban érkezik vissza Csapó a pályára. Horváth. Tormavéd. Nagy próbálkozott. Ötvös Nándor. Bodogán. Ha már felment a támadással, meg is próbálkozott egy lövéssel. Bartók megakadályozta a gólszerzésben. A túloldalon ez Tormának nem sikerül Horváttal szemben. Lehozták az ember hátrányos 2 percet 0-0-ra a vendégek, most pedig ugye ők szereztek gólt, ezzel már 2-vel vezetnek. A miénk pedig közel 7 perc elteltével továbbra is csak 1 gólt tudtak szerezni. Szabad dobás és sárga lap. Halászé a figyelmeztetés. Kis Dávid.
széleken egyenlőre sem őt, sem Dankót nem tudtuk megjátszani. Lerohanás gólra, hosszú indításokra pedig egyáltalán nem is volt még esélyünk a találkozón. Most Kis Dávid bemehet, így is van. Azonnal értékesíti az első lehetőségét. Nagy. Horvát. Ács. Nagy. Nem jó a bejátszás. Legalábbis Hevér nem tudta megszelidíteni. Dankó. Ötös Nándor gyorsít fel, a szabálytalan volt. Jön is a sípszó. Kis Dávid, ott van előtte újra a lehetőség, ezúttal pontatlan a befejezése. Bodogán és Ács ütközött, nincs belemenés. Nagy. Ács. Molnár. Dankó szorongatja. Már a sípszó után talált be. Középen a dulakodás. Bécs és Hevér között. Horvát. Áccsal játszanak össze. Ács kapja középen, és készíti fel. Ezúttal sem értette meg egymást az átlövés, a beálló. Tormaindítása hosszú. Kísért vissza, és egy sárga lapért cserébe állította meg Nagy Bendegúzt. Ezt most szépen csinálja Nagy. 4-2. A vendégek javára. Eltett 10 perc a mérkőzésből. Egy kicsit álmoskásan kezdtünk, és azt azért elmondhatjuk, hogy mind a két csapat egyenlőre hadilábon áll a gólszerzéssel, a támadás befejezésekkel, mindkét oldalon bőven maradtak már ki lehetőségek. Nyilván a két szerzett gól tekintetében ez a miénk oldalán igazán szembetűnő. Ötvös Nándor most nyílt egy kis folyosó előtte, büntető. Ács kapja a két perces kiállítást. Sportszerűen bocsánatot kér Ötös Nándortól. A kísértetként végezheti el a hetest. És értékesíti. Nagyon közel járt Bartók ahhoz, hogy hárítsa ezt a lövést. Végül is szerencsénkre befelé pörgött a labda. Hevér. Csapó. Molnár. Nagy. Nagy.
Molnár. Felteszi a kezét időközben a játékvezető. Négy passza maradt a füzes abonynak. Nagy lő, Tormavéd. Ötvös mehet. Barta. Dankó. Ötvös Nándor jön befelé, Bartát választja aztán. Kis a szélről, Bartók véd. A második kihagyott helyzete a szélről Kis Dávidnak. És ez egyébként azt jelenti, hiszen 10 másodperc múlva kiegészül a füzes abony, hogy ebből a két perces emberelőnyből sem tudunk előnyt kovácsolni, legalábbis abból a szempontból, hogy azon az 5-ös 7 méteresen kívül, amit a két percessel együtt ítéltek meg, mezőnygólt nem tudtunk szerezni. Nagy eredményes. Barta, ott van a terület előtte, 7 méteres. Nagy az előző golyában, mérföldkőhöz ért, ez volt az 50. találata a bajnokságban. Dankó! Ehhez is hozzáért Bartók, de ez is ugyanúgy a kapuba jutott végül, mint ötvös Nándor büntetője nem sokkal ezelőtt. Nagy! Támadó hiba. Ötös Nándor középen. Felesípol a játékvezető. Nálam ez legalább véleményes. Csapó büntet a túloldalon. Túl vagyunk az első negyed órán, két góllal vezet a füzes abony. Ötvös Tamás. Gyönyörű gól. Nem sikerül megállítani Horvátot, azonnal válaszol. Barta. Dankó üresen kapja a szélen. 7-6. Kicsit felpörögtek most az események. A gyors gólváltás után újra csak egy gól a különbség. Horvát. Ács. Horvát. Megettük a cselt, hogy Csapónak adja a szélen. Végül egyedül fejezte be a támadást. Ötvös lövését, ha nem is tudatosan, de védi Bartók. Köszönöm.
Ács. Horváth. Szépen tolja Csapónak. Tormavéd. A túloldalon figyelnünk kell. Molnár ötvös nem tudja megállítani. És ez három gólos vendégvezetést eredményez. Ötvös Tamás. Ötvös Tamás lő, Bartók vissza tudott nyúlni. Azt gondolom érik az első Madai Tamás időkérés, mert valamin változtatnunk kell támadásban. Dacára annak, hogy alapvetően a lehetőségeink megvannak legalább átlövésekből, azonban egyelőre egyáltalán nem jó helyzet kihasználásunk. Tupica kapott közben 2 perces kiállítást, és Molnár Martin szerezhet újabb gólt büntetőből ezúttal. Torma vele szemben. Nem tud védeni. És akkor ember hátrányban kellene gólt szereznünk. Dankó. Ötvös Tamás. Ez bent van. Meg is pattan talán egy kicsit valamelyik füzesabonyi játékoson a lövés. És közben most érkezett meg egy vendégjátékos a mérkőzésre. Szécsi Lantos Boldizsár kisebb késéssel, ezért áll a játék. Nem volt biztos, hogy idejér, ezért nem is olvastam be a mérkőzés elején a vendégcsapat játékosai közé. Szóval 7-es számmal Szécsi Lantos Boldizsár is innentől kezdve úgy néz ki bevethető lesz a füzesabonyi csapatban. Említett két hiányzót, Bánik Roland, most Rázsi Armand az, akit 2-es játékengedéllyel szereztek meg a Balmazújvárostól. Ő nincs itt most a csapattal, közben a csapó ejtése volt tökéletes. Illetve Tamás Tamás az, aki pedig a Füzesabony női csapatánál elfoglalt edzői pozíciója miatt nem tud itt lenni Hajdonálláson. Hát egyelőre őket nélkülözve is elégedett lehet ezzel a találkozóval a vendégcsapat. Beakad ötös lövése. Madai Tamás kért időt. Egy picit nyugodjunk már meg, hát nem a vizével van a védekezése, az sem annyira az élos, hanem a támadó játék teljesen lassú, megállt, itt az előbb nem tudom, hogy visszatér védekezés, hova szaladtunk el a kipattalról, mindenki ezt egyedül egy ember maradt. Ami nem lesz jó. Picit legyünk már rendezettebbek, összeszedettebbek. A kapusnak ide lő, ezt a sávot előbb már, nézd már rá. Ezt letettél a lábára, ez teljesen jó sáv.
ha nem befelé kanyarodik nagyébe, akkor ő a vissza fog hajolni, és a visszahajlótak fogja lőni, jó? Erre figyeljünk oda. A másik, ne lanyuljon a védekezésnél figyelmünk, mert látod a gyerek nem foglalkozik semmi, azonnal lövi a labdát, jó? Jó, igen. Erre figyeljünk oda. Két vállóra, azonnal én megyek a bal lövőre, jó? Tehát visszadék a beállóra. Nincsen két vállóra, hogyha megy esetleg van. Igen. De csak akkor, nem? De ember hátrányba futottak csak. Jó, meglátjuk. Jó, mindjárt megnézzük. Jó, gyerünk, nagyon jó, nagyon jó. A másik, figyeljetek, a lerohanásokat csinálják. Meg a gyorsak, vigyük, ne tudják becserélni a kettőt, mert akkor nem tudnak védekezni normálisan, jó? Gyerünk, 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 gyerünk. Kettő álló, adod! Kettő álló! Nyomni kell, nyomni kell rá, figyeljük rá! Lehet az utánok, felelni a védekezésre sem maradéktalanul elégedett Madai Tamás, ahogy hallhattuk. Már amennyire hallhatták a kedves nézők, én tisztán innen közelről. De elsősorban támadásban kért jóval többet a játékosaitól, a nagyobb sebességet és pontosságot a befejezéseknél. Most rögtön bizonyíthatnak a mieink. Nem sikerül. Horváth. Nagy. Egy kis szerencsével került vissza hozzá. Nem tudta megjátszani Hevért. Ács. Egy váratlan lövés. Nem tudta védeni Torma. Danko. Jöhetnek a vendégek. Kevés ilyen rossz félidőnk volt ebben a szezonban. Ugye a Tiszavasvárján idegenben volt egy kicsit hasonló a helyzet abból a szempontból, hogy több góllal elhúzott ott a hazai csapat, és szaladtunk az eredmény után a teljes első fél időben. Csak az lehetett a célunk, hogy kozmetikázzunk. Bécsi bent van. Egyelőre most is ez a forgatókönyv. Akkor a második fél időben sikerült fordítani. Ebből a szempontból azt hiszem kiegyeznénk azzal, hogyha megismétlődne a szereposztás. Nagy. Nem sikerült lőnie Barté, és kizártak össze. Horváth. Ács lő. Torma. Danko. Na most van egy kis lendület ebben, hogy megindul ötvös, és még visszaszerzi Nagy Álta útját. Bartának nem először gyűlt meg a baja a labda átvétellel, ez egyelőre nem az ő meccse. És most változtat Madai Tamás, Barta átment a bal oldalra. És Nagy Menyhárt van itt jobb lövőben. Éppen ő kapja vissza a labdát, lőni nem tud egyenlőre. Nagy Menyhárt gyönyörűen csinálta! Ki kell beszállni egy mérkőzésbe, mondhatnánk. Még 6 perc van hátra az első félidő végéig. Nagy! Tormavéd! Aztán összeütköznek Naggyal. A labdát nekünk ítéli a játékvezető, ez a legfontosabb, viszont meg kell állítani a játékot. Nagy maradt lent.
A védekezés erejéig mindenképpen elhagyta a pályát Nagy, de ahogy nézem, a vendég kisparot valószínűleg vissza fog ő térni. Már talán a következő támadásra is. Dankó. Barta. Lefordul, ez viszont így nem jó. Milyen kalapda? Kis. Bécsi kapja vissza. Kis Dávid, ez szép összjáték. Bent van a rövidben. Egy gól a különbség. Na hát szépen felzárkózunk a félidő végére. A második gólja volt ez Kis Dávidnak a meccsen. És nem nézi tétlenül ezt a felzárkózást Bánik Roland, ő kért időt. Azok a figyeljünk oda, hogy ilyen technikai hibákat ne kövessünk el. Ne, most ez nem az övé volt, semmi baj, de ne adjuk el a labdát. Másik, Pisti, jó volt, hogy kilépjél balkezesen, utána megint visszaállt rá, megpróbáltam bezakolni. Nagyon erős ető, el tud hajolni, látod, oda tudja tenni még akkor is rá az erőt. Ütközzük meg, de nem baj, ütközzük meg, menjünk oda, ütközzük meg, figyelj, nem volt már lépés, a kilépte a hármat, menjünk oda, ütközzük meg, csináljuk rajta faultot, jó? Nyugodjunk meg, nincsen semmi baj, kezdjük előre a játékokat, legyenek meg játékokat, csak nyugi, azért két időt, nyugodj meg egy kicsit, simán meg védekezésre kicsit glanyul most, de szedjük, igen, semmi baj, jó? Jó, hallottam? Jó, oké, kettő járom, nagyot fordított az összképen az elmúlt néhány perc. És ahogyan indokolt volt Madai Tamás első időkérése, úgy nyugodtan mondhatjuk, hogy a látottak alapján most Bánik Rolandé is az volt. Hiszen nagyon közel van ahhoz a füzes abony, hogy egy tekintélyes előnyt adjon ki a kezéből az első félidő végére. Ács. Nagy. Bodogán lép ki rá. Horváth. Csapó. Tartja vele a lépést Kis. Most jól zárunk. Ács. Eljut a bejátszás Hevérhez. 13-11. Kár érte, mert már közben fel is tették a kezüket a játékvezetők. Úgy nézett, hogy nem tud velünk mit kezdeni a füzesabony. De végül is valahogy kikaparta magának a labdát és a helyzetet Hevér. Nagy Menyhárt. Ötvöstől kapja. Estének nem jó a bejátszás, ötvösnek viszont a lepattanó, igen. Dankó. Barta. Fölé trafál. Ács, ellépte. Torma indítása, eljut Bartához, bent van. Az első gólja Barta Dávidnak, én azt hiszem nagyon kellett ez a lelkének, mert egyáltalán nem megy neki ma a játék. Talán ez a gól változtat ezen. Horváth. Bravúrosan ütötte a hálóba. Szerencsétlenségére a sípszó után.
Ács. Nagy. Felmegy Bécsi mellett, tudott lőni. A Tormának nem okozott igazán nagy gondot ez a próbálkozás, aztán Torma szórja el a labdát. Horváth pedig szépen fejezi be az ellentámadást. Kis nem lépett be. Sikerül hamar válaszolni. Horváth. Nagy a szélen, bevágja. 5-ös Nándor. Kis Dávid. Nem tudjuk első lendületből végigvinni. Beléptünk az első félidő utolsó percében. Nagyon kellene egy gól. Nehogy esetleg hárommal el tudjon lépni a szünet előtt a vendégcsapat. Barta. Megteremtette magának a lövő helyzetet. Csapó kap 2 perces kiállítást. És ez neki már a második a meccsen. Dankó. 5-ös Nándor. Nagy Mennyhárt. Középre megy a lövés. A kipattanó megvan még, azt is védi viszont Bartók. A második sokkal nagyobb védés volt, mint az első. És így megvan a lehetősége a vendégcsapatnak, hogy ember hátrányban ugyan, de 3 gólosra növelje az előnyét. Hajdunánási támadásra már biztosan nem lesz idő. Ha csak nem csinál valami óriási butaságot a füzesabony. De már most talán ahhoz is kevés idő van hátra. És jön majd egy időn túli szabaddobás. Ez az egyesélye maradt a vendégcsapatnak. Hát eleve nem könnyű időn túli gólt szerezni. Nemhogy olyan helyzetben, ahonnan most Ácsnak kell próbálkoznia. A falon túljutott a labda, azonban a kapura nem volt veszélyes. Így marad a 2 gólos különbség 30 perc játék után a két csapat között. Nem könnyű megítélni ezt a félidőt, mert bár borzasztóan kezdtünk és sokáig nem találtuk a füzesabonyi fal ellenszerét, bár hozzáteszem, biztosan még itt a félidő végén sem mondhattuk azt, hogy megtaláltuk, valamelyest sikerült közelebb zárkóznunk a vendégcsapathoz, amely egyelőre nagyon masszívnak tűnik, és egyáltalán nem adja olcsón a bőrét, úgyhogy az biztos, hogy nagyon meg kell szenvednünk majd a pontszerzésért a második félidőben. Erre még minden esélyünk megvan, és ne felejtjük, hogy például a Tiszavasvár jelen, ahogyan arra már korábban is utaltam, félidei hátrányból sikerült nagyon jó második félidővel megfordítanunk a mérkőzést és 2 pontot szereznünk. Ehhez most is minden feltétel adva van, én számítok a figyelmükre a második félidőben is, tartsanak velünk néhány perc és jövünk vissza. Hajdunánás Város Önkormányzata idén 4. alkalommal hirdeti meg a Nánás Angyala jótékonysági adománygyűjtést, melynek célja, hogy közösen tegyük szebbé a nehéz sorsú hajdunánási és tedei családok karácsonyát. Szeretnénk, ha városunk lakói idén is egy emberként segítenének. Csatlakozz te is a Nánás Angyala jótékonysági adománygyűjtéshez. A tartós élelmiszer, játék, könyv vagy édesség felajánlásokat több gyűjtőponton lehet elhelyezni. Tárgyi adományok mellett szerény pénzbeli felajánlásokat is tehetnek, melyekből az adományosztás napján a szervezők friss gyümölcsöket vásárolnak az érintett családoknak. Tavalyi évben 2 millió forint értékű adományt gyűjtött össze a város és a lakosság közös erővel.
melyekkel 200 család karácsonyot eltehetett boldogabban. Bízunk benne, hogy 2019-ben még több gyermeknek és családnak sikerül mosolyt csalni az arcára. Az adományokat december 16-án hétfőn 12 óráig várjuk a gyűjtőpontokon. 2019-ben is tegyük szebbé a nánási és tedei rászoruló családok életét. Még akkor ez a 30 perc, ezt akkor kutya keményen. Tehát támadásra kezdünk, gólla a kezdő, jó? Meg van beszélve az előtt? Mindent tudunk. Pontosan, Bicsitált, hármas az ágy. Észre, srácok. Jó. 30 perc, odafigyelés, koncentráció. Getel! Lász! Ellenpontosan mellünk. 15-13-as vendégvezetésről folytatódik a hajdunánás Füzesabony férfi kézilabda mérkőzés a bajnokság 8. fordulójából.
Nem játszottunk igazán jól az első félidőben, főleg támadásban van hová fejlődni és javulni, de azért többször akadtak gondjaink a védekezéssel, és most viszont itt a második félidő elején gyorsan kozmetikázhatunk az eredményen, hiszen egyrészt a miénk kezdik majd a második félidőt, másrészt ne felejtjük el, hogy az első félidő végéről a vendégek áthoznak egy 2 perces kiállítást, egészen pontosan 1 perc és 17 másodperc van még az ember hátrányukból, úgyhogy mindenképpen lesz esélyünk már itt a játékrész elején a gólszerzésre és a hátrányunk csökkentésére. A pályán maradtak ugyanazok a játékosok, akik szinte az egész első félidőt végigjátszották, tehát Kis Dávid, Barta Dávid, Ötvös Tamás, Ötvös Nándor, Nyeste Rihárd és Dankó József a mezőnyben, a kapuban pedig Torma Antal. Nincs egyébként változás a vendégeknél sem, a kapuban maradt Bartók, és a mezőnyben is ugyanazok a játékosok. A vendég kispadnál Bánik mesternek nyilván nem is lehetett nagyobb panasza a játékosaira. Hatványozottan igaz ez Bartókra, aki ismét véd. Dankó pedig bravúrosan szerzi vissza a labdát, ez igen. Ez most mindenképpen dicséretet érdemel, nem ismert elveszett labdát Dankó József. Szabad dobás. Ötvös Nándor. Megpróbálta testvérét megjátszani. Nem jött össze. Figyelt Ötvös Tamásra Hevér. ...50%-os győzelmi mutatóval rendelkezik idegenben a Fizesabony. Az első 2 idegenbeli találkozóját elveszítette a bajnokságban, előbb Kisvárdán, majd Nádudvaron. Az utóbbi 2-t viszont a Turkeve és a Gyöngyös 23-as csapata ellen is meg tudta nyerni, mind a 2-t meggyőző különbséggel. Ez lehetne zsinórban a 3. vendégként aratott győzelme, tehát Bánik Roland együttesének. Ács tolja le a szélre. Molnár. Ő 10 gólt szerzett. A Gyöngyös 23 ellen az előző mérkőzésén a Füzesabonynak. Nagy a gólszerző. Dankó. Bartók véd. Barta. Ötvös Tamás, az gyönyörű gól. Neki már a 4. a meccsen. Ő ezzel a legeredményesebb játékosunk. Ács. Horváth. Ács. Egyenlőre nem találnak rést a falon a vendégek. Ötös lép ki jó ütemben, eljut a labda a szélre Molnárhoz. Jó az ejtés. Ötös Nándor gyorsan meglódul. Szabad dobás. Jó.
Este. Ötös Tamás kerül a földre. Csak szabad dobás. Ötös Tamás ismét. Rossz a passza. Ács indul meg. Dankó szerez labdát. Aztán eladja. És ezzel nagy kerülhet helyzetbe Kelemen. És a játékvezető odaítéli a labdát a füzes abonynak. Pécsi is reklamál. Nem tudom, mi történt, őszintén szólva. Egyelőre Madai Tamás is értetlenkedik a kispad mellett. Horváth. Tormavéd. Kis Dávid a gyönyörű ötvös indítás után mellélő. Ma nála sem olyan biztos az a bal kéz, mint általában. Ötös Nándor. Barta. Barta Dávid még. Kis. Nem tudja megvenni csapót egy az egyben. Nyeste. Ötös Nándor. Kis érkezett volna középen. Ötös Tamás. Ötös Tamás váratlanul ellövi, de középre. És ez ma gyerekjáték az egyébként is jól védő Bartóknak. Nagy fájlalja az orrát. Horváth. Középen érkező ember, érvénytelen a találat, belépett. Ugyanis Hevér. Bécsi. Ötös Nándor. Felmegy. Szabálytalanság és két perces kiállítás. Nagy kapja. Megállapíthatjuk, hogy ugyanúgy kezdjük ezt a játékrészt is. Mint az elsőt, eltelt több mint 7 perc, és egy gólt tudtunk szerezni. A második találatunkig hasonló időnek kellett eltelni az első fél időben. Csak jöjjön most már. Itt is a második találatunk. Kis Dávid, Bartók véd. Attila belemenés. Ha
Közel 8 perc telt el a második félidőből. Nem, hogy közelebb nem kerültünk a füzesavonyhoz. Még két góllal távolabb is. És ezzel együtt mégis közelebb az első hazai vereségünkhöz. Eddig veretlenek vagyunk, voltunk. Három mérkőzésen két győzelem és egy döntetlen, a Kisvárdát és a Nádudvart megvertük, a Turkevével játszottunk döntetlent. Percbe veszve még semmi nincs a mai napon. Négy gólt viszonylag rövid idő alatt is le lehet dolgozni ebben a sportágban. Dankó Bartók lábbal ezúttal. Így azért persze nehéz lesz, hogy ember hátrányban sem sikerül gólt szereznünk. És 7 méterest ítél a játékvezető, sőt, Dankó Józsefnek egy 2 perces kiállítást is. Bécsi még pöröl a bíróval. Azért most már azt gondolom, nem kell elhallgatni, hogy vannak véleményes ítéletek. És ezek többségében a vendégcsapatot segítik. Csapó lőheti a 7 méterest. Bevágja. Egyébként sem rózsás helyzetünk tovább, romlott ember hátrányban kellene felzárkózni. A labda a vendégeké, Molnár Zitzerben becsapja Tormát. Adai Tamás kér időt. Meg lesz majd a helyzet, két ember közé indítsuk már a húzást, csapba szórjuk a labdát ki, tovább, tovább, tovább. A századik zicsert adjuk ki, hogy akarunk így nyerni? Tegyük oda, több mint 20 percet, add ki magad valami benne van, futás fontos passzokkal, és hurrá, hajra! Meg lehet még csinálni, te tudod? Hátrányban vagy hosszon játszál? Jó, kettő, három! Nálás! Fél perc híján eltelt 10 a második félidőben, egy gólt sikerült ez alatt az idő alatt szereznünk. Kapuban a változás a mieinknél. Torma helyét Balázs Tamás vette át. Ötvös Tamás a labdával. Parta Attila kéri el. Ötvös Nándor kapja, messziről lő, felső léc. Ötvös Tamásé a kipattanó, és ez egy csúnya ütközés volt Hevér és Ötvös között. Hevér marad lenn. Mind a ketten a labdát nézték, és így egymást kevésbé. Ennek lett az eredménye. Ez a fájdalmakkal is járó ütközés. Elsősorban Hevér az, aki rosszul van. Nagy volt a tömörülés a labdáért. És a küzdelem, nem láttam tisztán azt, hogy pontosan hol és hogyan talált el Ötvös Tamás Hevért. Az biztos, hogy a labda miénk lesz.
És az is, hogy szerencsére komoly baj nincs, Hevérrel marad a pályán a vendégek beállója. Végül is lecserélik Hevért. És pályára lép Szécsi Lantos Boldizsár. Ötvös Nándor. Bartókról ki sem pattan. Ács. Milyen kalapda? Ötvös indít. Barta Dávid az ittszerrel. Betalál. 20-15. És kiegészülünk. Visszatér Dankó József. Szabad dobás. Ezúttal Horváth marad lent. A fordulóban egyébként a Deac 10 góllal verte a Harduba Szörményt, a Kisvárda hazai pályán kapott ki a Nádudvartól, megszerezte első győzelmét a Gyöngyös második csapata méghozzá Nyírbátoron. A Szolnok továbbra is őrzi 100%-os mérlegét otthon, a Tiszavasvári elleni 10 gólos győzelem azt jelenti, hogy 5-ből 5-öt nyertek hazai pályán a szolnokiak. A Kazinc Barcika pedig otthon tartotta a két pontot a Turkeve ellen. Ez a forduló záró mérkőzése. Úgyhogy ellenfeleink már csak arra várnak, hogy mi is letudjuk a mérkőzésünket, és kialakuljon 8 kör után a tabella végleges formája. Jelenállás szerint ugye dobogós helyen várhatná a 9. fordulót a Füzesabony. Halász a gólszerző. Bécsi. Ötvös Nándor. Fordulhatnak a vendégek. Halász. Csapó. Ács. Szabad dobás. Nagy. Ötös állt a útját. Ács és Antal lehet, hogy összeállnak nagynak, így is van, mellélő nagy. Nem tudja átvenni az indítást Barta Dávid. Nagy. Halász. Hevér. Nagy lő. Balázs véd. Marad a labda a Füzesabonynál. Ács. Most teszi a szélre Molnárnak.
és segít a kapufal vendégeken. 22-15 oda. Ötös, Bartók paskolja fölé, szabad dobást sem kapunk. 8 gólosra nőhet a vendégelőny, amennyiben ez az akció góllal zárul. És talán egy esetleges gól le is zárna ezt a mérkőzést. Jelenállás szerint nem látok annyit ebben a hajdunánási csapatban, hogy képes legyen ekkora hátrányt ledolgozni az utolsó negyed órában. Már pedig gól születik, 23-15. De tegyük azért azt hozzá, hogy most már lassan leperek, 15 perc a második félidőből, úgyhogy mindössze 2 gólt tudtunk szerezni. És lehet van egyébként olyan csapat ennek a bajnokságnak, amely ellen ez beleférhetne, vagy ezzel együtt is bőven harcba lehetne szállni a pontokért. Ez a füzesebb, hogy nem az a kaliber. 7 méteres. Molnár. A 24. vendéggólért áll a hetes vonal mögé, nem szerzi meg Balázs Véd. Barta, bent van. 7 közte. Halász. Nem jó a bejátszás, Juhász. Dankót indítja. Dankó előtt ott van Barta Dávid, és ott az Itzer. És ott a gól! Horvát! Ez is a miénk! Juhász indít, Barta Dávid mehet harmadszor is! Ez kimarad, Danko előtt ott van a kipattanó, Danko! Marad a 23-17, ez most talán adhatott volna egy olyan lendületet a hajrának, ami bizakodásra adott volna okot. Nyilván ezt szeretné elkerülni, Bánik Roland időt kér. Jó, ezt a tempót, kicsit Dávid szusszan, Marci. Jó, egy-egybe tessék bátran oda menni. Bátran, nincs nagy veszíteni velünk, csak nyerhetünk. Jó. Tessék, okosan, türelmesen, de viszont a 13 percet, tehát már adott látok. Nem mindegy, hogy mennyi lesz a végén. Jó, nem mindegy. Látok, innen még meg lehet nyomni. Gyere, tudunk, így, ez is helyzet volt, ott lettünk volna már. Jó, kettő három. Márás. Ró, Tomás. Csak ide tudod, hogy ez jó,
4 másodperc és 13 egész perc még a lefújásig hátra lévő idő. A hátrányunk tehát 6 gólos. És ahhoz, hogy ne legyen több, ki kell védekeznünk ezt a vendégtámadást. Ács! Horváth! Elpattan Molnártól! Kelemen! Gyorsan végig kellene mindünk, mehet tovább, Juhász! Lefújják Molnár labda szerzését, és most Bánik Rolandot kell nyugtatnia a játékvezetőnek. Bart Attila megpróbálkozik egy lövéssel. Bartók érintésével megy ki a labda végül is az alapvonalon, és már újra játékban. Méghozzá Füzesabonyi támadó játékosok kezén vándorol. Molnár. Ács. Balázsvér. De még figyelnünk kell, hiszen oldalt ment ki a játékszer. Nagy. Horváth. Nagy lő, megpattan, és így becsapja Balázst. 24-17. Nagy Mennyhárt. Az jó bejátszás. Szabad dobás. Ötös Tamás lő. Bartók véd. Rávetődik Barta. De ha esetleg a hálóba tudja juttatni, akkor is érvénytelen lett volna a találat. Gólt ragaszt a bal felsőbe Horváth. Újra 8 gól a különbség. Nagy Mennyhárt. Sarokdobás. Estét kerestük a labdával, a vendégek pedig Molnárt. Az igen. 26-17. Barta forgolódik, forgolódik. Szabad dobást harcol ki. Eddigi 7 mérkőzésünkön csak a Szolnok ellen még a nyitófordulóban szenvedtünk vereséget. Madai Tamás időkérése szakítja félbe a játékot. Csak
Futtasd be a Balta Dávidot, menjen ki a helyére. Jó. Egyszerű befutásos játékban menjél lakos. Irányító befutás, első befutás, valamit indítsunk, ez nem állapotban. Fogja, elpufogtatok. Egy passz, lövés. Nézd már az eredményjelzőre. Gyere, hátrád, nagyobb lendülettel játszunk, szélsőfutó, beállófutó, kettes. Megnyílnak picit, befutás. Ennyi, futtasd a szélsőt, és legyen benne valami rendszer. Jó, ne kapjuk már kicsit róla, srácok. Tegyél már meg mindent. Gyerünk, jó, még mindig van 8 és fél. Jó, kettőn! Nálás! Kötös Nándor. Barta Dávid. Szépen csinálja. 26-18. Horvát. Ács. Nagy megy fel. És szerez gólt. Tizenkettő öt a második félidő részeredménye a vendégek javára. És nem tudom, mit mondjak, hogyha az első félidő után úgy fogalmaztam, hogy balul sült el számunkra. Ötvös Tamás eredményes. Nagy. Pontatlan volt a passz. Bécsi. Bécsi. Bartók. Oroszlán részt vállal. Ebből a nagy arányú vendégvezetésből. Gulyás és György személyében két kapusa is ül a kispadon még Bánik Rolandnak. De hát ma Bartók egy pillanatig sem adott okot a változtatásra. Horváth, felső létsz már a sípszó után. Bécsi. Valamivel több mint 5 perc a lefújásig. Nem kell kapni gyereket,
Balázs véd. Pécsi. Ötös Nándor. Keresztléc. És a kipattanót a vendégek szerzik meg. Semmi nem jön össze Madai Tamás együttesének. Bánik Roland kér időt. El van, Zsolti meg Nem érezte meg Rázsi és Tamás hiányát a mai napon a füzesabony. Az a füzesabony, amely gyakorlatilag ugyanazzal a 6 mezőnyjátékossal játsza végig a mérkőzést. Védekezésben olykor változtatott Bánik mester, vagy éppen védekezésre néha egy-egy embert kicserélt, de ez a szűk keret is simán hozza a Hajdunánáson a mérkőzést. Ötös marad lent. És le is biceg a pályáról Ötös Tamás. Reméljük, hogy nincsen komoly probléma. Juhász veszi át a helyét a pályán. Még csak az kellene ilyen mérkőzés után, hogy Ötvös Tamás lesérüljön, aki a szezon egészét tekintve egyértelműen a legjobb játékosaink közé tartozik. Belül védekezésért jár a büntető a mieinknek. Dankó lövi majd. Nem tudja értékesíteni. Még 2,5 perc a mérkőzés végéig. Szécsi. Molnár. Nagy. 10 gól a különbség. Thank you.
Nagy Menyhárt. Érvénytelen. Belépett minden valószínűség szerint Nagy Menyhárt László. A 30. góljáért támad a vendégcsapat. Következő fordulóban a Füzes Abonyra, a Deac Vár, a mieinkre pedig a Gyöngyös második csapata. A Bálnik Roland együttesen hazai pályán, Madai Tamásé idegenben lép majd pályára. Aztán a mieink mennek még a Deachoz, és a következő hazai mérkőzést, egyben az utolsó bajnoki mérkőzést az ősszel december 7-én a Kazinc Barcika ellen játsszák majd itt hazai pályán. Ötvös tette tovább, és aztán Barta Dávid szerezte a 20. gólunkat. És hát nagyon rég szereztünk hazai pályán, ennyire kevés gólt volt. Ugye 2018. szeptemberében egy Salgótarján elleni mérkőzés, akkor 21 találatot jegyeztünk. Ez az Antal gól pedig azt jelenti, hogy a Füzes Abony idén a legeredményesebb csapat Hajdonánáson. Sem a Kisvárda, sem a Nádudvar, sem a Turkeve nem tudott 30 gólig eljutni ellenünk. A Kisvárda 29, a Nádudvar 25, a Turkeve 26 gólt szerzett. Barta. Szabad dobás, még 5 másodperc. Nem akarják ideadni a labdát a vendégek. Molnár szórakozott egy kicsit a játékszerrel, akadályozva azt, hogy elkezdjük. És kap egy piros lapot. Molnár. Piros lapa a kizárással büntetik. Ez annyiból érdekes csak, hogy nem volt még piros lapja a szezonban egy Füzes Abonyi játékosnak sem. Hát nekik ez nyilván nem azt nem szoroz. A statisztikába el lehet tenni érdekességképp. Nyilván nekünk sem számít ez. Ötös Nándor még egy picit kozmetikázhat az eredmény, hogy legalább 10 ne legyen közte. Lepörgett a játékidő, nézzük az időn túlélhetest. Bedobja Ötös Nándor. Nagy öröm a vendég kisfalon, hát fájó, hogy így kellett zárni ezt a mérkőzést, hogy legalább 10 gól ne legyen közte. Teljesen megérdemelten viszi el a 2 pontot Hajdonánásra a Füzes Abony. Hozzáteszem, vannak ilyen mérkőzések, amikor semmi nem jön össze egy csapatnak. Most ezt kellett megélnünk. Voltak a mérkőzésen véleményes játékvezetői idézetek, én azt gondolom, ezt sem túlzás kimondani. Ugyanakkor ne akarjuk hárítani a felelősséget. Az a csapat, amely a második fél időben mindössze 8 gólt tud szerezni, és 15-öt kap, az nem biztos, hogy győzelmet érdemel. Egy ilyen erősségű csapat ellen, mint amilyen a Füzes Abony, pedig szinte lehetetlen is így mérkőzést nyerni. Főleg úgy, hogy az első 30 perc sem sikerült úgy, ahogy azt eltervezte Madai Tamás és a csapat. Nem igazán ültek ma a lerohanások, szinte nem is tudtunk hosszú indítások után gólt szerezni, ami igazán nagy fegyverténnyünk szokott lenni a mérkőzéseken. Egy jól védekező és hát Bartók révén kiváló kapus teljesítménnyel előrukkoló Füzes Abony nyerte át Hajdonánáson. Én azt hiszem, hogy Bálnik Roland elégedett lehet mindennel, amit látott a mai találkozón a csapatával. 30 gólt szereztek a vendégek, így a legeredményesebb csapat lettek Hajdonánáson ebben a szezonban. Innen kellene felkapaszkodnunk és folytatni a Gyöngyös U23-as csapata ellen. Hozzáteszem, a Gyöngyös sereghajtó a bajnokságban, úgyhogy az akár jó alkalom is lehet arra, hogy visszanyerjük az önbizalmunkat, de ne menjünk még ennyire előre, ugyanis természetesen most a lefújás után értékel majd a két edző, illetve a mérkőzés főszereplői közül is. Egy Füzes Abonyi játékost mindenképpen, de talán egy Hajdonánásit is meg tudunk szólaltatni.
A mérkőzés legjobb játékosa részére a pezsgőt a Molnár Élelmiszer Kft. Biztosította. A lefújás után Bartók Leventét, a mérkőzés legjobb játékosát kérdezem. Gratulálok a győzelemhez és a teljesítményedhez. Hát mit lehet mondani egy ilyen mérkőzés után? Először is, hogy érzed magad most egy ilyen teljesítmény után? Nagyon boldog vagyok, nagyon boldog vagyok. Jól működött együtt a védekezésünk és a kapus teljesítmény, így nagyon együtt mozgott, úgyhogy igazából csak gratuláltok magunknak, hogy összejött, meg jó napot is fogtunk ki. Mennyire tartottatok tőle esetleg az első félidő végén, amikor felzárkozott a Hajdonlás, hogy még itt veszélybe kerülhet a győzelem, vagy akár ki is engedhetitek a vezetést a kezetekből? Tartottunk tőle, de szerencsére jókra tudtuk fordítani a hibáikat. Gondoltatok arra akár a félidőben, akár a mérkőzés előtt, hogy ennyire nagy lehet a különbség a két csapat között a végére? Ugye itt gyakorlatilag az utolsó percekben azért küzdöttetek, hogy 10 gól legyen a különbség. Igen, igen, szerettük volna minél jobban megnövelni az előnyünket, de nem számítottunk ekkora előnyre. A győzelem ugye azt jelenti, hogy megelőztétek a Hajdonlást, és a következő fordulót a dobogóról várhatjátok. Hát mit szóltok ehhez, mit lehet mondani erről, mennyire vagytok elégedettek az eddigi fordulókkal és mérkőzésekkel? Elégedettek vagyunk. De leginkább a következő meccsre fókuszálunk most, hogy a következő meccset is be kell húzni. Összességében magabiztosan nyerték meg ezt a mérkőzést. A jó kapus teljesítmény és a masszív védekezés döntött ma? Igen, úgy érzem, hogy a szezonban eddig a legjobb. Eddig a Vasvári ellen nyújtottunk nagyon kimagasló védekezést, de szerintem ezzel a védekezéssel még azt is túl ébreltük, mert egyszerűen fantasztikusan működött a védőfalunk, és mögötte a kapusunk is kimagasló teljesítmény nyújtott, hogy igen, ez döntött a játék sorsáról. Az első félidő végén időt kért, amikor elkezdett felzárkózni a Hajdonlás, az volt az egyetlen pontja a találkozónak, amikor úgy érezte, hogy veszélyben foroghat a győzelem? Nem, második fél idő igaz, hogy akkor már 6-7 gól volt közötte, de akkor is éreztem, hogy volt a második fél közepén volt, azt hiszem, amikor adtunk el 2-3 labdát, abból ugyancsak egy indítás gólt kaptunk, mert a kapusunk fantasztikusan védett 2 indítást, de akkor is úgy éreztem, hogy itt meg kell állítani egy picit a rohanást, meg kell nyugtatni a csapatot és csinálni tovább a saját dolgunkat. Mennyire érzi azt egyébként, hogy a Hajdonlás is tudása alatt teljesített, vagy tehát az, hogy ekkora lett a különbség a végén, és tényleg már gyakorlatilag itt a végén a füzesabonyi szurkolók is azért szurkoltak, hogy meglegyen a 10 gól különbség a két csapat között. Miért nyílhatott ekkorára az olló? Tehát az egyik csapatnak nagyon jó meccse lehetett, a másiknak nagyon rossz, vagy egyszerűen ma nem volt ellenszere a Hajdonlásnak erre a jól működő füzesabonyi falra? Én úgy érzem, hogy az egésznek a kulcsa ugye a védekezésünk lett, és teljes mértékben a védekezésünk. Ugye Hajdonlásnak van nagyon két kitűnő lövője, a testvérek, az ötvös testvérek. Úgy éreztem, hogy egész mérkőzés folyamán sikerült a védekezésünkkel, amire készültünk, levenni őket a pályáról, és szerintem ez volt az egész titoknak a nyitja. És feltűnő volt az is, hogy ami a Hajdonlás nagy erőssége, a lerohanás gólok, gyors indítások, ezekből sem volt sok a mérkőzésen. Tudatosan készültek erre, és hogy minél gyorsabban visszazárjanak? Nálunk ez egy alap feladat, hogy minél gyorsabban vissza kell zárni. A másik, amire készültünk, az, hogy feleslegesen elszólt labdáink, technikai hibáink ne legyenek, mert tudtuk, hogy abból megkapjuk a büntetést, és az ellenféle fog indulni. De erre tudatosan készültünk, figyeltünk rá, hogy ne legyen sok eladott labdánk, rossz tövésünk, úgyhogy igen, erre készültünk. Abból, amiről a mérkőzés előtt beszélgettünk, gyakorlatilag semmi nem valósult, meg nem tudtunk ezúttal építeni azokra az erősségeinkre, amikre az eddigi találkozókon. Mivel tudta kihúzni a méregfogunkat ma a füzesabony? Hát nagyon sajnálom, hogy így történt, de nehéz megszólalni egy ilyen mérkőzés után. Borzasztó csalódott vagyok én is, és nyilván a csapat is. Nem tudom, hogy játszottunk-e valaha ilyen rosszul, nem igazán emlékszem, mert nyilván kikapni lehet egy jó ellenféltől, de ez a játék ez nem a miénk volt, és azt gondolom, hogy gratulálnom kell nyilván a füzesabony csapatának, teljesen megérdemelten vitte el a 2 pontot. Nyilván már ott kezdődött, hogy nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, ami ugye a Hajdúböszörmény ellen pont az ellenkező előjel volt, hiszen akkor magabiztosan el tudtunk lépni pár góla. Azt gondolom, az elején meg is voltak a helyzeteink ahhoz, hogy ellépjünk, és a gyors játékunk, viszont volt a ellenfélnél egy nagyon csodálatosan védő kapus, nem tudom, hogy mikor védett így utoljára, de gratulálok így neki is a tévéképernyőn keresztül. Nagyon jó napot fogott ki, és ez kihúzta ugye a méregfogunkat, ahogy utaltál is rá, és onnan már csak igazából kapkodás, és mentünk ugye az eredmény után, ami, mint kiderült, nem sikerült. Igen, egy pici pozitív képe mégis volt az első félidő végének, hiszen sikerült 2 gólra felzárkoznunk, sőt ott egyszer-egyszer 1 gólra is. Aztán a második félidőben 22,5 perc elteltével, amikor időt kértél, akkor 4 lőtt gólnál jártunk. Ez döntött el végképp a mérkőzést, hogy a második félidő elején sem sikerült koncentráltabban, hatékonyabban befejezni a lehetőségeinket?
valóban a támadójátékunk teljes csődöt mondott a mai napon, mind a lerohanó játék és mind a felállt fal elleni játékunk, hiszen az zicserek tömkelegét hagytuk ki, teljesen mindegy, hogy a szélső zicser, vagy a lerohanás, vagy akár netán átlövés, és onnantól átmentünk igazából ilyen küzdelmes, birkózós mérkőzésbe, ami nem a mi játékunk igazából, amiből szerettük volna, hogy a lerohanásos gyors gólokat vigyük, azt ugye a ellenfél kapusa nagyon nagyszerűen meghiúsította. Hát igyekszünk felállni, csapatként kell ilyenkor is ugye együttműködnünk, dolgoznunk tovább, és bízunk abban, hogy ki tudjuk javítani ezt a hibát. Erre lesz lehetőség még a következő fordulókban, tekintsünk egy picit távolabbra a megszokottnál, hiszen a következő két mérkőzést is idegenben játssza a csapat, méghozzá a tabella két ellentétes felén lévő csapatokkal. Ugye megyünk a sereghajtó Gyöngyöshöz, amely éppen ebben a fordulóban szerezte meg az első győzelmét, illetve aztán a Deachoz idegenbe, aki pedig toronymagas esélyese a bajnokságnak. Hogyan lehet ezekre a mérkőzésekre tekinteni? Gondolok itt arra például, hogy a Gyöngyös jó felhozó meccs lehet a Deac előtt? Nem. Tehát a Gyöngyös nem úgy tekintjük, hogy felhozó mérkőzés. Ugyanannyi esélye van bárki ellen, hiszen most megmutattam, amire utaltál is, azért Nyírbátorban tudtak nyerni. Fiatal, gyors játékot játszó fiatal srácokról van szó, akik ugye jó alapképzést kapnak Gyöngyösen, és előbb-utóbb azért, mint látszott, azért beérik az a munka, és tapasztalnak rengeteget ebbe az NB2-es bajnokságba. Egyik mérkőzésen is lefutva, se a Deac, oda se úgy fogunk oda menni, hogy a Deac mint torony magas esélyes. Tehát ha az előző heti játékainkat át tudnánk menteni, akkor azt gondolom, hogy borsot törhetnénk a Deac óra alá is, de ugyanez az előjel ugye a Gyöngyösnél is igaz, hiszen hogyha ezt a mai játékképet mutatjuk, akkor az az utolsó helyzet Gyöngyös is azért fejtörést fog okozni nekünk, úgyhogy teljes gőzerővel fogunk készülni, és igyekszünk ezt a mai hibánkat kijavítani. Elsősorban kapusa jó teljesítményére és masszív védekezésére alapozva, tehát megnyerte mérkőzését Hajdúnánáson a Füzesabony. Ezzel elvette hazai veretlenségünket, ráadásul meg is előzte a tabellán Madai Tamás csapatát. A mieinkre nem várnak könnyű hetek, hiszen a Nyírbátor ellen jó eséllyel magabiztosságot és önbizalmat szerző Gyöngyöshöz látogatunk a következő fordulóban. Aztán megyünk a toronymagas listavezető Deachoz. Nyilván az sem lesz egyszerű mérkőzés, legközelebb pedig tehát december 7-én a Kazincbarcik ellen játszanak itthon a fiúk. Közhelyesen hangzik ugyan, de ennél csak jobb jöhet, hiszen rég nem látott rossz játékot mutattunk a mai mérkőzésen. Egyértelműen az elmúlt hetek jó játékára kell építenünk, és akkor lehet keresni valunk a hátralévő mérkőzéseken. Nem szomorkodhatunk, tehát sokáig, jövő héten újra feladat vár a mieinkre. Én köszönöm, hogy ma velünk tartottak, a viszonthallásra, a viszontlátásra.